A szélsőséges időjárás hatásait idén megtapasztalhatta mindenki. Évről évre egyre gyakrabban alakulnak ki olyan időjárási körülmények, amelyek jelentős károkat okoznak a mezőgazdaságban. A hetek óta tartó rendkívüli meleg miatt veszélybe kerültek a megyében a kukorica és a napraforgó ültetvények. Napról napra nő az a százalékos aránya, ahol a napraforgó és a kukorica dinnye, illetve minden olyan növény most már, amit nem tudunk öntözni, egyre nagyobb százalékban károsodik. Épp a mai nap terveztük, hogy a miniszter úrnak felhívjuk a figyelmét, hogy a megyénket a szájsújtotta területén nyilvánítsa, ugyanis ez ad majd jogalapot arra, hogyha a kárenyítésben most bejelentkeznek a szájkárt jelentve, akkor abból a kárenyítésből a kárenyítési juttatás formailag előtt, törvény által előtt útjait bejárva, akkor kárenyítésben részesülhetnek. Azokon a területeken, ahol nem tudnak öntözni, akár 40%-os termés kiesésre is számítani lehet. Természetesen mind a biztosítók, mind az állam felé sokkal több kárenyhítési igény érkezik be ilyenkor. A biztosítók esetében a tavainál 50%-kal több kártérítési igény futott be. Amennyiben átlagosan nézzük meg a mezőgazdaságot éves szinten ért károkat, akkor közel 130 milliárd forintos összegről beszélhetünk. Annak ellenére, hogy mostanában mind a mezőgazdaság, mind a gazdaság egyre kiszámíthatatlanabb, a mezőgazdasági területek csak közel fele van biztosítva. Mint ahogy említettem, napról napra nagyobb százalékot foglal el az, ami már visszatéríthetetlen kárt szenved el a csapadékhiány miatt. Ez jelenleg a kukoricánál közel 40% lehet, napraforgónál egy 25-30, de valóban, ha csak vasárnap körül jön meg az eső, akkor a mi megyénkben is elérhet az 50%-ot is. A kamara elnök azt is elmondta, hogy aszály után szinte elkerülhetetlen azoknak az élelmiszereknek az áremelkedése, amelyeket leginkább sújtott a száraz idő. Az aszálykár bejelentése idén a milliárdos károk miatt is fontos.